Oké, szia Csaba, Szabados János vagyok az Elpálinkától, és akkor Pavlicsek Csabával beszélgetünk ma a lepárlásról, a cefrézésről, és átmegyünk egy picit a kajszi pálinkával való teendőkre. Szia Csabi, először arra kérlek, hogy akkor pár szóban te is mutatkozz be, hogy aki még nem ismer esetleg, az megismerjen jobban. Szia Jani, szeretettel köszöntök mindenkit, engem Pavlicsek Csabának hívnak. János, ugye veled végeztünk a Corvinus, akkori Corvinusnak, ugye a pálinka mester szakán. Hát röviden tömören annyi rólam, hogy a Pavlinkum magániskola létrehozója, oktatója vagyok, okleveles pálinka bíráló, négyszeres legjobb magánfőző a Quintessence-en. És hát ugye nekem is az életem azok a dolgok, ami a legfontosabb, dolgok közé tartoznak, hogy magát a pálinkát, magát a gyümölcsöt a lehető legjobban dolgozzuk föl, a lehető legjobb termékeket állítsam elő törvényes keretek között. Ugye ez nagyon fontos, hogy a törvényes keretek, ugye azt mindenki betartsa. És hát így van. Gondolok itt ugye itt olyanokra, hogy az alapanyag választás, az élesztő használata, a lepárlás, tehát nagyon-nagyon sok tudományos kísérletet, kutatást végeztem, és hát végzek is ugye több egyetemmel, tanszékkel karöltve, mondhatom, hogy ez az életem, így van. Szuper, én közben megmutattam itt a közönségnek a weboldaladat, amit ajánlunk a figyelmükbe az embereknek, mert itt akkor találnak bővebb információkat is a tréningekről, meg rólad is igazából. És én azt szeretném, hogy most ugye mi készültünk a Csabival azzal, hogy szeretnénk egy kicsit a cefrézésről és a cefrézésről beszélni általában, és én azt beszéltük meg, hogy én először elmondom, hogy mi tanultunk így nagy vonalakban a Corvinuson erről, hogy az irányító terjesztés egy fontos dolog itt a cefrézés tekintetében, mert ugye ez nem olyan régen jött be a köztudatba, tehát hogy régen kiraktuk a szilvafa alá 40 fokban a cefrét, aztán lett, ami lett. De a Corvinuson megtanultuk azt, hogy először is le kell darálni a gyümölcsöt, megfelelő élesztőkkel kell beoltani, és savazni kell, illetve a hőmérsékletet is be kell állítani, hogy azok a bizonyos élesztők vonják ki csak a cukrot, a gyümölcscukrot a cefréből, és abból legyen alkohol, és a savazás jelentősége pedig az, hogy ezen a pH értéken csak ez a bizonyos élesztő tud dolgozni, és a többi baktérium és mindenféle egyéb dolog nem fogja megenni az élesztő elől a cukrot, és akkor így lesz a legjobb minőségű cefrénk, amivel utána majd lepárlást tudunk csinálni. És igazából azért tart ez 2 hétig, mert én úgy tudom, hogy ebbe a hőmérséklet tartományba, illetve ebbe a pH tartományba gyakorlatilag ezt az élesztőt is megerőszakoljuk, de 2 hét alatt képes arra, hogy vagy igazából nem, ezzel megint lehet vitatkozni, hogy mennyi idő alatt, csak hogy képes arra, hogy kivonja az összes cukrot és alkoholát alakítsa. De van ehhez hozzáfűzni való, vagy egyáltalán én jól emlékszem ezekre a dolgokra, Csaba? Ez itt teljesen jó. Röviden még talán még annyit érdemes, ugye itt a legfontosabb, amit én is említettél, az, hogy ledaráljuk a gyümölcsöt. Ugye ez az, amit majd, hogy nem azt mondom, hogy a legtöbben elrontanak, elfelejtenik, ugye feltárni a gyümölcsöt. Ugye hát vannak bizonyos gyümölcsfajták, vannak például a nem magvaváló szilvák, amit hát azért elég nagy küzdelem azért szépen leválasztani a magról, de akkor is fel kell. Az a legrosszabb eset, amit tehet az ember, hogy fúrószárral össze rottyantja, kicsit megsérti a héját, ad, jó esetben ad hozzá pektinbontót, és akkor szépen magon elkezdi leruhasztani. És akkor majd 3-5 nap múlva majd ez egy borzasztó felfogás, ez egy élvezhetetlen, keserű valami lesz a végén. Már abban 3 napos történetben is kioldódott annyi mag karakter, mag olaj, ugye a benzaldehid, ami, ugye, illetve hát ugye, amiből ugye lesz majd a később ugye a benzaldehid, amitől egy élvezhetetlen termék lesz. De hát ez főként ugye csonthéjasoknál. Aztán ugye megelőzi még valami a gyümölcs aprítását, az, hogy meg kell mosni, a birset le kell gyönyörűen szőrözni, lekefélni, és hát ugye az, hogy
nem dobáljuk bele a zöld szárat a bizonyos gyümölcsökbe, tehát nincs az, hogy a bodzabogyót azt úgy, ahogy van, átküldjük. Régen ugye, sőt, hát még ma is vannak ugye olyan típusú törkölyök, ahol szárral, kaccsal, mindennel együtt, mert az úgy adta meg a Jóisten, ez lehet, hogy így csak hát egy förmedvény lesz a végeredmény. Tehát nagyon fontos az, hogy minden egyes lépést betartsunk. Ugye hát az élesztőt hozzáadni, az nem egy olyan nagy dolog, rá van írva a használati utasítás szépen. Nagyon fontos, hogy nem adunk a cefréhez cukrot, ezt nagyon sokan elfelejtik, mert jó lesz az, meg öreg fater is így csinálta, meg mit tudom én. Ugye itt az a lényeg, hogy a cukorból is ugye alkohol lesz, tehát minek után ugye az már egy feltárt, könnyen emészthető dolog az élesztőnek, először ugye abból kezd el alkoholt gyártani. Ugye itt nagyon fontos az, hogy minek után ott már alakul egy alkohol szint abba a cefrébe attól a cukortól, hogy egyrészt kinyírja az élesztőt, lassítja a mechanizmust, és gyönyörűen egy kellemetlen, vodkás valami lesz a végén. Na, aztán ugye jön a másik szépsége a dolognak, ahány kiló gyümölcs, annyi kiló cukor. Na hát ez a másik nagy baromság, mert gyönyörűen szépen megmarad a cukor a cefrébe, az szépen főzéskor bekaramellizálódik, és lesz egy ilyen penetráns, égett cukorízű valami. Szintén nem jó, tehát a cukrot azt úgy, hogy van, el kell felejteni, ez fontos. És amit még el szoktak rontani, ez a savazás. Hát ugye a pH mérőt, ugye hát azt gondozni kell, azért azt kalibrálni kell, játszani vele, oda kell rá figyelni. És a savnál ugye az a fontos, hogy hajlamosak az emberek túlsavazni a cefrét. Na most amint túlsavazták, ott meg is áll, el se indul maga az erjedés. Tehát ezeket, igen, mi itt egy élő szervezetekkel dolgozunk, és nagyon fontos azt meg kihangsúlyozni, kiemelni, hogy ez ugyanolyan élelmiszer, mint a bor, ugyanúgy be kell tartani a higiéniát, ugyanúgy be kell tartani minden fontos lépést, és akkor talán, hogyha a lepárlást jól csináljuk, akkor létrejöhet egy olyan termék, amire méltán lehetünk büszkék. Csaba, most ugye, te mivel szoktál kezdeni az évet? A szamózával kezdesz, vagy meccserezővel kezdesz? Én orgonavirággal ugye szoktam mondani, de nem, ez vicc volt. Egyszer próbálkoztam vele, de nem lett olyan, mint szerettem volna, mindegy, meg hát amúgy se gyümölcs, ugye. Főként én a cseresznyével. Egy-két évben beleszaladok ilyen jó áron levő szamócába, és akkor szoktam így itthoni fogyasztásra készíteni egy-két litert, de főként igen én a cseresznyével szoktam kezdeni. Ha van lehetőség, akkor azért csak becsúszik egy kis vadcseresznye, elmegyünk szedni, iszonyat meló, tehát tényleg nem véletlen, hogy annyiba kerül, amennyibe kerül a boltba, és egy jó vadcseresznye. Hát azt utána ugye jön ugye a megy, és akkor úgy megyünk ugye tovább ugye a Kajszi felé. Igen, Csaba, most igazából a kérdésem arra irányul, hogy tudunk javasolni egy ilyen optimális megy cefrét, hogy készítsünk egy optimálisat, hogy tudsz erre valami javaslatot mondani? Természetesen. Itt a legfontosabb az, hogy inkább adok egy másik oldali tanácsot a cseresznyére is. Tehát cseresznyéből törekedjünk arra, hogy női nevű cseresznyéket. Tehát Rita, Linda, Katalin cseresznye. Ezek a legparfümösebbek, ezek a legcseresznyevirágosabb termékek. Ugye megynél például ugye az Éva megy, ami egy rendkívüli minőséget tud produkálni, de akár egy új fehértói fürtöst is ide lehet hozni. Illetve hát ugye sajnálatos módon van egy lesajnált fajta, megyfajta, ez az érdi bőtermő. Hát most már kezdenek olyan szinten a pálinkások is dolgozni ezekkel, hogy megismerik ennek a szépségét, és egy nagyon kiváló dolog tud lenni. Nagyon fontos, hogy se cseresznyében, se megyben nem szabad, hogy fekete színárnyalatba dolgozzuk föl, tehát ugye túlérjen a cseresznye, mert igaz, hogy sokkal többet fog adni, de a csokin, meg egy picike kompótos, vagy mi ez, megy meg cseresznye befőttes karakteren kívül nem lesz. Tehát próbáljuk meg piros érettségi fogban feldolgozni, akkor nagyon sok benne még a sav, nagyon szép illatokat produkálnak.
tulajdonképpen a megynél, ugye, hát ugye elsődleges dolog ugye az, hogy magozó. Hogyha jó a magozója az embernek, akkor a zöld megy cukka szárrészt, azt gyönyörűen a maggal együtt ki fogja tudni nyomni. Ha nincsen magozónk, akkor érdemes egy M10-es rekeszen így átcsiszatolni, és én nagyon sokáig, 4-5 évig azzal dolgoztam. Tökölős meló, de teljesen jó hatásmechanizmusa van. Tehát ott is az a lényeg, hogy a zöld ne legyen benne. Ugye a medgyet cseresznyét azért is érdemes annak ellenére savazni, magas ugye a savtart, vagy tehát jó a savtartalom, de annak ellenére, hogy jó, kell egy kis sav bele, és ez hát ugye egyrészt ugye az, hogy megőrizzék teljesen az illatokat a cefrébe, ne égjenek, ne oxidálódjanak el ugye az aromák, és hát ugye a kukacos fehérje bomlás miatt is ugye egy fontos tényezője a dolognak. Hogyha ez megvan, akkor én a CM élesztőt szoktam használni a Cocofermtől, nyugodtan elég neki egy egyszeres spektrumbontás, van, amikor én sem használok a meccshez, mert nem. Szóval fontos az, hogy habzásgátló már a cefrébe is szükséges, mert annyira meg tud indulni a megy, hogy nagyon-nagyon habzik, képes kifutni. Illetve még egy dolog, hogy ugye megvesszük a medgyet, meleg van, stb. Ne dolgozzunk föl melegen sose gyümölcsöt. Valahogy házilag ki lehet találni azt, hogy lehet ezeket a gyümölcsöket optimális hőmérsékletre lehűteni. Akinek van hűtőkamrája, abba hűti. Hűtőben annyira nem egy tanácsos dolog. A legegyszerűbb módszer az, egy 5-6 zsák jeget, amibe fogjuk mosni majd a medgyet, abba hideg víz, jeges víz, és az teljesen vissza fogja hűteni, és ugye abba tudjuk ugye mosni, tehát az már, amikor bekerül a magozóba, és a magozóból az erjesztőbe, azért le tud esni egy jó 8-10 fokot, azért le tud menni róla. És hát tulajdonképpen ugye utána pedig a főzés következik. Mennyi ideig tart ennek a kijerjedés egy megynek egyébként? Tehát ez a a cigány megy az elhúzódik 2 hétig. A cseresznyék el szoktak menni azért ezt a 2 hetes dolgot, de van, amikor 11 napra lemegy mondjuk egy bőtermű, tehát általában az szokott lenni. Oké, Csaba, szuper, nagyszerű. Én azt gondolom, hogy ezek is fontos tanácsok. Én most ugye haladjunk akkor így kronológiában, tehát hogy kész a cefre, akkor jön a lepárlás, hogy első kérdésem az, hogy itt én úgy tudom, hogy a lehető leghamarabb, amikor kifort, akkor kezdjük el lefőzni, vagy te tudsz valami más ajánlást? Tehát, hogy várjunk egy évet vele? Szokták mondani, hogy telizzük a hordókat, meg légmentesen zárjuk. Én úgy gondolom, hogy azt kezdjen neki cefrézni, meg főzni, akinek van azonnal ideje lefőzni a cefrét. Főleg, hogyha mondjuk betáraz az ember, és azt mondja, hogy na csinálok 5 féle megyből, igaz, hogy csak 50-60 kilókat, de 5 különböző félét, azért azt tudjuk, hogy ezek hajlamosak egyszerre megállni, és akkor azt ott ki kell pörgetni, lehetőleg egy nap alatt. Na most itt másik dolog, amikor vesz az ember, mint a 500 kiló megyet, mert azért az még a 86 literbe azért még bele tud férni, nekiállunk főzni, az első megyünk, baromi jó, tök jó, illatos, marcipános benne van, és mire elérünk az utolsóhoz, tehát hogyha lassan, meg telizzük, meg most nincs időm, meg ez, meg az, meg amaz, akkor az utolsó egy ilyen húzós, karamelles, ilyen szájból kifordulós megy lesz, és amikor összeönti az egészet, na, akkor lesz egy középszerű bronzérmes, jó esetben bronzérmes terméke az embernek, tehát nagyon-nagyon figyelni kell, hogy amint kierjedt, azt azonnal főzni, és akkor nincs más. Hát úgy kell ütemeznünk az életünket, hogy mi alkalmazkodunk a természethez és a szeszhez. Azt mondtad, hogy 500 kilóból az a 86 liter, ezt azért tegyük tisztába, hogy itt ugye arra gondolsz, hogy a megy kihozatala, tehát hogy a megy gyümölcs, 500 kiló megy gyümölcsből körülbelül egy ilyen, Viktor nekem azt mondta, hogy egy ilyen 100 kiló gyümölcsből egy 7-8 liter megyre lehet számítani. Tehát, hogy ez 500 kilóból a 86 liter, ez kb. Ennek megfelel, vagy
Nem, én nem arra gondoltam, hanem ugye a törvényi szinten ugye 86 liter párlatot készíthetünk itthon. És ugye sokan felszokták kapni a fejüket arra, hogy hú, magánfőző minek vesz az 500 kg gyümölcsöt, hát a 150 liter pályán. De nincsen a 100. Az a 86 literes határba bőven befér. Egy 500 kg megyből azért egy 30 liter pálinkája, úgy gondolom, hogy van az embernek. Oké, Csaba, menjünk tovább arra a kérdésre. Én úgy tudom, hogy ugye nagyon szép eredményeket értél, meg a pálinka szakmában azért mindenki ismeri nevedet, meg sok mindenki tőled tanult, igazából nagy nevek is. Hogy te úgy tudom, hogy te egy egylépcsős berendezéssel főzöl, és sokszor ez a kérdés is felmerül, és partalan vita lesz belőle, hogy kisüsti vagy oszlopos? Hogy erről egy picit beszéljünk, arra kérlek. Én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést azt tudja igazán megválaszolni, aki mind a kettővel dolgozott életébe. Én nekem nagy szerencsém van bírálóként ismeri mind a kettő típust kóstoltam is. Voltak azonos gyümölcsök, azonos cefrék, ahogy egyikből mit mutat. El kell jutni arra a szintre szerintem. Nem lehet azt így kimondani, hogy na ez jobb, meg az jobb. Olyat már lehet, hogy vannak stílusjegyek, amiket tud egy utasberendezés produkálni, és vannak olyan stílusjegyek, amiket viszont csak kisüsti tud produkálni. Tehát én szentül meg vagyok győződve, de kellett ehhez nekem 7 év mondjuk, hogy a megy, a kajszi barack és a cseresznye sokkal, de sokkal szebb, vagy egy direkt termő kékszőlő kisüstin, mint oszlopon. Tehát nagyon sokszor belefutok ugye ebbe a merkaptán meg kén problémába ugye a megynél, és ugyanazon cefléket főztük kisüstibe is, és semmilyen merkaptános és kénes illat nem volt. Ugye hát az egyutas ugye az produkál 91-es alkoholt, más forpont, más a berendezés az egészben, és ott meg csak kén. És két, van még mindig olyan megypárinkám, talán egy fél liter, ami 2 éves, vagy 3, és dől a kén belőle még mindig. Tehát egy borzasztó. Én úgy gondolom, hogy a helyén kell kezelni mind a kettő berendezést. Igazándiból vannak ma már Magyarországon ugye olyan pálinkaházak, ahol mind a két berendezés megtalálható, és tehát a kettő terméket házasítják. Na szerintem abban van az igazi jövő, hogy kisüstivel adsz. Elment a képed. Igen. Tehát, hogy kisüstivel adsz testet, oszlopossal adsz illatot. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Uh-huh. Én úgy gondolom. A legjobb pálinka, egy gyümölcs legjobb pálinkája az lehet, ami kisüstivel is és oszlopossal is készül, és össze van blendelve a végén. Én úgy gondolom, hogy az a top, igen. Igen, tehát az egy nagyon-nagyon egyedi történet. És akkor, tehát hogy te nem vagy egyiknek, tehát nem azt mondod, hogy én oszlopos vagyok, vagy én kisüstis vagyok, hanem mind a kettő elfogadott a számodra. Én számomra igen. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban azért haladok a kisüsti felé, újra vissza a gyökerekhez és azokon produkálni dolgokat, de hát nyilvánvalóan most az oszlopossal tolom, amíg lehet, mert én szeretem ezt a verziót, és kettő gépet meg ugyanak nem tudok itthon tartani, tehát marad, ami van, tehát... Jó, Csaba, még arról beszéltünk az elején, mielőtt még ezt elkezdtük ezt a felvételt, hogy kicsit belemegyünk a baraszkba, és igaz, hogy még a baraszk szezon az később fog kezdődni, de arra kérlek, hogy egy pár tanácsot, vagy egy pár szót beszéljünk a baraszkról, a baraszk szeféről, meg a pálinkájáról is. Hú, hát szerintem a legkényesebb gyümölcs. Nagyon, nagyon nehéz vele dolgozni, nehéz olyan termelőt találni, aki pontosan abba az érettségi fokba át fogja adni az embernek, ahogyan az kell. Nem ömlesztve, nem töttyetten, nem folyik a ládából a lé, sorolhatnám. Tehát önmagában ugye már egy alapvető beszállítót nagyon nehéz szerintem kajszira találni, ha viszont sikerül, akkor tök jó. Nagyon-nagyon babusgatni kell. Tényleg nem sterimobban megyünk neki,
a mosásának, hanem tényleg egyenként kell szépen mosni. Ugyanúgy felterjük, tehát a cefrézési metodika ugyanaz, viszont nagyon-nagyon érzékeny a hőmérsékletre, tehát ott tényleg próbáljuk meg azt betartani, hogy ez a 17-19 fok kajszínál, őszínél ezek nagyon-nagyon fontosak, mert pillanatok alatt elégnek az aromái. Ha meleg a gyümölcs, feldolgozzuk, szintén rocsra megy, elég az aroma, de hát ugye ezt azért be lehet tartani, én úgy gondolom, de nagyon fontos a fajta. Hát, hogy milyen fajtát választunk. Ugye most egyre nagyobb kelete van, és nagyon híres főzdék, magyar főzdék is dolgoznak francia kajszikkal, vagy francia típusú kajszikkal. Ugye, aki a klasszik, megszokott lekváros kajszi barackot szokta meg, annak ezek a kajszik fajta idegenek. Tehát rágógum is, tutti frutti is, zöldalmás, citrusos, mindenféle illata van. El kell fogadnunk, hogy ez a jövő, és például, hogyha házasítunk egy kajszit, azt mondom, hogy egy-egy csepp oranzsreddel egy magyar kajszit az egekbe lehet emelni. Tehát annyira ki tudja hangsúlyozni azt a szép citrusos lekvárosságát ez az oranzsredd például, hogy nagyon-nagyon jól lehet ezekkel is dolgozni, mindent ugye a helyén kell kezelni. Egy dolgot el kell mondom, hogy Bergeron kajsziból szerintem, sőt nem csak szerintem, hanem nagyon-nagyon sokan nem kell főzni pálinkát. Nem jó a pálinkája. Bár most a kanizsai versenyen volt egy vagy két olyan Bergeron kajszi, ami azt mondtam, hogy basszus, ez 20 pont, tehát eszméletlen jó volt, azt nagyon jól megcsinálta a készítője, de alapvetően nem egy olyan hú, de extrém dolog, ugye, hát a magyar kajszi, a gönci kajszi, a rózsabarack, hogyha valaki tud szerezni rózsakajszit, akkor az önmagában egy nagyon különleges dolog. Aztán pannónia, amit szoktam így használni még, ceglédi óriás, bíbor kajszit, amit egyáltalán nem javaslok, ugye az a mandula kajszi például, mert az eszméletlen keserű, aromamentes, egy aromaszegény, neutrális van, és egy élvezhetetlen történet. A lepárlásánál ott szokták tönkre tenni a kajszi barackot, hogy kiherélik. Tehát ez egy szakszó. Jó sok elejét elveszek, mert az a biztos, meg jó sok végét is elveszik, és akkor lesz egy közép neutrális, vodkás. Gyerekkorunkban volt ez a barackos gyümölcsvodka, ez az őszi barackos. Na, pontosan ugyanolyan végeredmény lesz, tehát ilyen se eleje, se vége a dolognak. Ugye nagyon fontos az, hogy a kajszinál kettő helyen jelennek meg a csúcsaromák, az elején meg a végén. Tehát eszméletlen nehéz vele bánni. Ugye elején ugye jön a virág, a rózsaolaj, stb. És a végén jönnek ugye a lekvárosabb, grillázsos, csokis jegyek. Ugye azért becsapós az előpárlat a kajszinál, mert hiába érezzük azt, hogy hú, ez tényleg ott az a rózsaolaj, tényleg ott van a citrus, viszont egy-két hét pihentetés után olyan előpárlatos illatot is képes produkálni, mint a franc. Tehát nagyon jó, éppen ezért nem csak, sőt, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó cefrénél nem fogunk találni sose technokor rapid, meg körömlak lemosó illatot, hanem ott érezni fogunk. Inkább azt mondom, hogy ilyen érzetek vannak, tehát, hogy marja az orrot, szúrja az orrnyerget, ugye ez tipikusan ugye az acetaldehidnek egy ilyen érdekessége, de ki kell higítani azt a pálinkát, amikor vesszük elő az előpárlatot, és meg kell kóstolni. Különben máshogy nem megy, de azok, amiket, és csúnyán mondom, de ilyen önjelölt szakemberek ma Magyarországon leírják, főként, és már most mondom, nem kereskedelmi főzdések, magánfőzők, leírják, hogy fixen 6% az előpárlat. Hát szóval ez agyrém, hát tönkre teszik a párlatot. Tehát nem, nincs erre szabály. Nincs erre szabály. A lekváros karakter az egy érdekes történet, hogy azt hogyan alakítja ki az ember. Én azt szoktam csinálni,
hogy összegyűjtöm az utópárlatát a kajszínak, és még egyszer felteszem főni, annak még egyszer ki lehet venni ugye a középrészét, és rengeteg aromát tartalmaz, és kvázi egy elegáns aroma, egy lekvár aromát tudunk hozzáadni a középpárlathoz. És akkor megmarad minden szépen. Igen, mert ugye azt legközkedveltebb, vagy legpopulárisabb pálinka a szilva mellett a barack, ezt ugye ezt tudjuk. Igen. És hogy legtöbben ugye azt várjuk ettől, hogy ilyen nagymama barack lekvárja köszönjön vissza, de azt is fontos megemlíteni, hogy ugye a lefőzés technológiából adódóan lehet lekváros jegyű baraszkpálinkát készíteni, illetve egy ilyen friss, üde, virágos pálinkát is lehet készíteni. Így van. Hát nem tipikusan... biztos, hogy állandóan ehhez kell ragaszkodni, hogy egy lekvárt csináljunk, hanem... Persze. Másrészben ugye, hogyha valakinek, tehát én mindig elmondom, hogy az a jó pálinka, amikor a főzőmester az egyéniségét viszi bele, és az ő egyénisége tetszik mindenkinek. Tehát itt ez a fontos dolog. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy na, én most egy könnyed légies barackot csinálom, akkor egy picikét a defragmátort jobban hűti az ember, másmilyen metodikával főz. De hogyha kisüstit akarom megemlíteni, a kisüstinél ugye a kétszeres hőkezelés miatt ugye már hozza magával, majd, hogy nem azt mondom, hogy mindvégig halványon ezt a lekváros egyet. Tehát egy kajszínál viszont meg lehet ismerni, hogy melyik a kisüstis és melyik az oszlopos. És akkor itt jön be ugye az, hogy hogyha a kettőből csinálsz egy blendet, na akkor az például a kajszínak az zseniálisan jól áll. Itt a baracknál, nem tudom, hogy lehet általánosítani, itt milyen kihozatalról tudsz te, vagy mire számítsunk? Hát... szerintem ez is mind mindig nyilvánvalóan évjárat függő. Hát nekem tavaly vagy tavaly előtt, nem is tudom, hogy mikor csináltam göncit. A végeredmény, tehát 42-esre higítottam be, az lett olyan 6,5 liter. 6 liter 100 kiló gyümölcsből, tehát olyan 3 hektoliter fog körülbelül. Egy magasabb a cukortartalma, nem, mint a megynek, meg a cseresznyének, vagy igen, nem. De aztán hát nem tudom, mert lehet, hogy ezzel én vagyok úgy, hogy amint megáll, akkor én főzöm. Lehet, hogy ott még az utóerjedési folyamatokban ott még keletkezne némi alkohol, de nem kockáztatok én ezzel, tehát amennyit megadott a jóisten, annyit adunk bele, úgyhogy kész. Hát van, figyelj, de hát málnát 5 napra, faepret 4 napra főzünk, tehát nincs ezzel játék, és inkább legyen 2 literrel kevesebb, de az legyen jó. Uh-huh. Jó, figyelj Csaba, uram, köszönöm szépen a szakértelmedet, én azt gondolom, hogy ezt a témát most megnéztük, és remélem, hogy sokaknak tudtunk adni plusz olyan tanácsokat, ami esetleg még újdonság volt, és én azt remélem, hogy a jövőben tudunk még beszélgetni olyan témákról, amit érdemes lesz átbeszélni. Úgyhogy én nem tudom, Csaba, szerinted kimaradt valami, amit még a utoljára összefoglaltunk? Szerintem kiveséztük. Innen már csak a gyakorlat van. Ja, és azért gondoltam egyébként, hogy te vagy erre a legjobb ember, mert tényleg, ha csak így most mögét nézek, és látom ezt a sok érmet, meg ugye ismerem a pályafutásodat, tehát, hogy azt gondolom, hogy te igazán autentikus szakember vagy ebben a témában. Hát köszönöm, igyekszem. Jó, Csaba, köszönöm szépen még egyszer, és akkor remélem hamarosan újra találkozunk. Köszönöm én is. Sziasztok. Hello.